A magyar egészségügyben dolgozóknak szánta előadását Gubi Kágnes, aki elmondta, ezek a versek az ő személyes kedvencei. Van három szerelmes vers közte, de, de nem, nem a szerint válogattam, tehát nem a szerelmi költészetre fókuszáltam, hanem a legkedvesebb verseim vannak itt. Tehát amiket, amik tényleg hozzám állnak nagyon közel. A színésznő hozzátette, a járványhelyzet alatt jött az ötlet a produkcióhoz, hiszen ezt a kényszerszünetet arra használta fel, hogy elmélyedjen a költészetben. A József Attila vers öt, ö, összeállítás ötlete igazából a járványhelyzetben jött, amikor volt időm. Mert mi színészek eléggé túlhajszoltak vagyunk, és valahogy sosincs idő arra, amit szeretnénk, hanem mindig benne vagyunk valamilyen próba folyamatban vagy forgatásban. És ez az időszak nagyon jó volt arra, hogy, hogy azt gondoljam, hogy hogy valahogy csokorba szedjem azokat a verseket, azt a tíz József Attila verset, am amelyek nekem nagyon fontosak, és nagyon közel állnak hozzám. És mondom, ez az időszak kellett hozzá, ez a nyugalom időszaka, a, a járványhelyzet, amikor ezzel tudtam foglalkozni. Az előadó szerint egy jó költő versei ma is megállják a helyüket, hiszen őrzik aktualitásukat. A ma embere számára is hordoznak üzenetet. A jó költő egy jó költőversei mindig is aktuálisak lesznek, és mindig üzennek az embernek, tehát nem a kortól és korszaktól függetlenül. Az egészségügyi dolgozóknak dedikált estek azonban nem érnek véget, hiszen október 14-én 17 órától Polgár Lilla előadásában a Családi Kör második részét tekinthetik meg az érteklődők.